Mulasztással vádolja a Hargita megyei hatóságokat már Csél Vélábel ügyminiszter, amiért nem kezelték időben a medve kérdést. Menesztette Jean Adrián André kormánybiztost, ezzel azonban nem oldódik meg az egyre nagyobb méreteket öltő medve probléma. A hétvégén bejárta a sajtót a hír, hogy szombat éjszaka elütött egy autó egy nagyvadat, vadat, amely azután órákig szenvedett, míg a Környezetvédelmi Minisztérium megadta a kilövési engedélyt. Ezt a felvételt a Brassó megyei regionális útügyi igazgatóság készítette a parajt közelében elütött medvéről. A szenvedő állat híre bejárta a közösségi médiát, de a nemzetközi sajtót is. A helyi hatóságok megvizsgálták az állatot, kilövési engedély hiány tétlen álltak és a környezetvédelmi minisztériumra vártak. A belügyminisztérium erről nem vett tudomást és a megyei kormány biztos tette felelőssé vasárnap kiadott közleményében. A prefektus a sürgőségi helyzeteket kezelő megyei bizottság elnökeként nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket a probléma hatékony megoldása érdekében, bár a Hargita megyei katasztrófa védelmi felügyelőség időben tájékoztatta az esetről és a sérült állat szenvedéséről. Táncos Barna szerint a prefektus leváltására a medve csak ürügy volt, a valódi ok politikai. A Hargita megyei szenátor úgy véli, a rossz törvénykezés az oka a kialakult helyzetnek, és nem a prefektus vagy a helyi hatóságok tévedtek. A rengeteg bűnvádi eljárás miatt félnek az emberek beavatkozni, fél a vadász a törvényt alkalmazni, fél az állatvédő a. Sebesült vadat elbúdítani, Tehát a sok rendőri, ügyészségi, karhatalmi intézkedéssel ezt értük el, hogy végignézik a hivatalok, a, a hatóságok ezt az agonizáló medvét, és nem mer senki közbelépni. Szörnyű pillanatoknak és barbár állatkínzásnak nevezte a történteket Borboly Csaba, a Hargita megye tanácsának az elnöke. Szerinte is a minisztérium a felelős. a minisztérium nem teszi a dolgát, nem tudják a törvényeket és egy lehetetlen bürokratikus rendszerben nem csak az emberek vannak kitéve az ilyen helyzeteknek, hanem a vadállatok is maga védett faj. A megyelnök szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy decentralizációra van szükség. Facebookon közzétett nyílt levelében emlékeztette a minisztert, hogy kedden Csíkszeredában tartják az Európai Nagyragadózó Platform regionális műhely megbeszélését amelyre a minisztériumot is meghívták, ám mindeddig nem jelezték részvételi szándékukat. Arra kérte a minisztert, hogy ne kövesse elődei negatív példáját, vegyen részt a keddi rendezvényen és tájékozódjon a reális problémáról a helyszínen, ahol az emberek életüket és javaikat féltve élik mindennapjaikat.